Köszöntöm a kedves nézőket karácsony napján. Vendégem Harmati András, református lelkész, a Szentendrei Református templom, itt a Szentendrei Református templomnak a lelkésze. Köszöntöm sok szeretettel. Én is köszöntöm. Miről is beszélgethetnénk másról most így karácsony estéjén, mint arról, hogy református hittel hogyan lehet ünnepelni, vagy hogyan ünnepeljük a karácsonyt? Református hit az keresztény hit mindenek előtt, tehát visszatérünk az evangéliumhoz, ennyi a sajátosságunk. Úgyhogy mint minden keresztény úgy ünnepeljük, hogy hálások vagyunk azért a csodáira, hogy az Isten mellénk áll Jézusban. Ez a különlegesség ennek a karácsonyi ünneplésnek, hogy valami olyasmit tesz az Isten, amit várt az ember, de meg nem álmodott volna, hogy ez így fog megtörténni. Hosszú várakozás van, ugye az adventi időszak után érkezünk el karácsonyhoz, és a hosszú várakozásban mindig is készült az ember arra, hogy kellene Istennel találkozni, hogy érezzük, hogy ez a világnak van egy gazdája, és hogy milyen lesz, amikor vele fogunk találkozni. És ez nem csak pozitív várakozás, tehát ha az ég és a föld összeér, az nem biztos, hogy egy jó találkozás lesz. Úgyhogy az Ószövetségben, ha nézzük ezt, akkor azt látjuk rendre, hogy ez egy félelmetes nap, amikor Isten eljön az emberhez, hogy ne volna félelmetes, hogy számot kell adni mindenről, és kiderül, hogy minek mi volt az értéke, vagy éppen az értéktelenség, egy mi volt igaz, mi volt hamis, mi volt a hazugság. Tehát, hogy mikor ezek lelepleződnek, az egy félelmetes dolog. És ezért olyan nagy dolog a karácsony, hogy nem a rettenettel találkozik az ember, hanem egy élettel. Ez olyan helyen, ahol nem is gondolná senki, hogy istállóban, Isten fél. Tehát, hogy ez annyira különleges, hogy az Isten ezt itt találta ki, annyira sokat jelent, hogy ezzel a békességgel szólít meg minket az Isten. Hogy tudom, hogy adós vagyok, nem tudok számot adni annyi mindenről, és mégsem a számadással szólít meg először, hanem azzal, hogy itt az élet. És én nem félelmetesként jöttem. Egy kisgyerek az nem félelmetes, az kiszolgáltatott, az elveszett. És az Isten így jön el hozzánk, és nagyon gazdag ennek az üzenete, hogy minél többet nézi az ember, annál több minden csillog benne, hogy az Isten olyan akar lenni, mint én. Miért lesz emberré? Miért emberként jön el? Mert az ember nincs a helyén, és helyre akar állítani, és újra akarja élni az életet, vagy azt akarja megmutatni, hogy milyen lehet az ember élete Istennel, hogyha hitben, ha szeretetben, az Istennel való békességben éli az életét, akkor az milyen lenne az az élet. És ez a Jézusnak a története, hogy mellénk áll, meg a helyünkre is áll, hogy aztán mi is mellé álljunk, és vele együtt éljük az életünket. Úgyhogy, hogy ünnepel a református karácsonykor boldogan és hálával, hogy Isten így jön hozzánk. Református, akik református vallásúak, éjféli mise mennyiben szokás, mennyiben szokták megtartani, mert ugye hát a legtöbb vallásnál ugye ez jelen van is, hogyha jól tudom, akkor a reformátusnál. Hát ebben sajátosak vagyunk, hogy nincs nálunk éjféli mise, mi a misét istentiszteletnek hívjuk, tehát más történik nálunk, mint a katolikus templomban, és nincs nálunk éjféli istentisztelet, úgyhogy mi 25-én és 26-án üljük a karácsonynak az ünnepét. Érdekes, ahogy ez alakul a történelem során, hogy ez most nagyon áttevődött 24-ére az ünneplés. Gyakorlatilag szerintem már majdnem minden templomban van 24-én is istentisztelet, ahogy nálunk is így volt. Úgyhogy a 24 az ajándékozás miatt, azt gyanítom leginkább amiatt kerül oda, sőt azt látom, hogy a világban éppen ezért el is bizonytra adnak az emberek, hogy és mi van másnap, és mit csinálunk két napon keresztül. Tehát jó, hogy van család, ahol lehet menni, az jó dolog, de reformátusként 25-én és 26-án is istentiszteletre megyünk, mert kell, hogy hát az ünnep az nem belőlünk fakad.
és a, mi ünnepelünk, de nem mi indítjuk ezt az ünnepet. És ezt a sorrendet azt hiszem, hogy aki ráérez, az tudja meg, akinek hiányzik, az is tudja, hogy üres lesz az ünnep. Tehát az ajándékok után, ha a fények ott villódznak üresen, és hogyha nem sikerül jó a családi találkozás, mert van, hogy nem sikerül jó, hát akkor a karácsony nem egy... Szóval nehéz ünnep a karácsony. Ezért jó az, hogyha az ember a forráshoz megy vissza, Istenhez, és azt befogadja, és aztán utána jön, fakad belőle ünnep. Csak már kaptam valamit, ami több, mint az emberi. Jól értem, hogy kicsit áthelyeződött a hangsúly az ajándékozásra, és elfelejtkezünk erről a forrásról? Igen, vagy ha a képet viszem tovább, amit mond, hogy az ajándékot csodáljuk, ünnepeljük, és az ajándékozót meg elfelejtjük, hogy kitől kaptuk. Ez a váltás, amiben benne vagyunk, mert minden a tárgyakról szól, mert minden a hangulatról szól, és hogy mi a forrása, hogy ki az, aki adni akar nekünk, az most olyan homályban marad, mert úgy csillog ez az ünnep, hogy az Istennek a ragyogása az ehhez képest ilyen közelről elhalványul. De hát, ha hátrább lépünk egy picit, akkor hát nem kell sok 3 nap, tehát hogy minden csoda 3 napig tart, ezt szokták mondani, tehát 3 nap után már nem örülünk annyira az ajándéknak, mert túl vagyunk a nagy lelkesedésen, és akkor utána nézünk egymásra, hogy és most akkor miben lettünk többek a tárgyainkon túl. Tehát, hogy kell az ajándékozó. A szerves része is talán a legfőbb dolog. Amit említett, hogy ugye 24-én nincsen éjféli mise, de 25-én, illetve 26-án van Isten tisztelet. Hogyan épül fel a református templomba egy-egy ilyen Isten tisztelet karácsonykor? Úrvacsorai közösségben vagyunk egymással, és hát leginkább Istennel. Minél közelebb szeretnénk lenni Istenhez, és ő még minél közelebb szeretne vonni bennünket, ez az úrvacsorai közösség, hogy arra az áldozatra emlékezünk, és abban részesedünk hitáltal, amit Jézus Krisztustól kaptunk, önmagát adja a gyermekben, akit lát ringatni, és hát az egész élete, amiénk, nekünk adta halálában és feltámadásában. És ez az úrvacsorai közösség, amelyik meghív bennünket, hát üljük az ünnepet, tehát a nyelvünk is így fogalmaz, hogy megüljük az ünnepet. Mert hogy leülünk, mert hogy eszünk, és az közösséget teremt. Ez van nálunk is a templomban, hogy van igehirdetés, éneklés, Isten előtt való megállásunk imádságban, és úrvacsorai közösségben vagyunk. Református lelkészként hogyan látja a mai családok ünneplését? Ilyenkor, karácsonykor? Hát ez a nagy kérdés, hogy milyen fény ragyog be bennünket. Tehát a magunk által csinált fények azok szépek, csillogóak, vonzóak, lelkesedünk értük. Van ereje, van még melegsége is van, de nagyon hamar kihűl. És nagyon törékenynek látom ezt a fajta csillogást, meg ezt a fajta ünneplést. Tehát a családok ünneplését is törékenynek látom, hogy hát vannak olyan évtizedes sérelmek, problémák, küzdelmek, amik az ajándékokkal nem gyógyulnak meg. És mihelyt lefosztik rólunk ennek az ünnepnek a máza, ott maradunk a rendezetlen dolgainkkal. Ez az egyik része. A másik része meg az élethez nem csak a születés tartozik hozzá, hanem a halál is hozzá tartozik. És azok, akik elveszítették a szerettüket, nekik nagyon nehéz karácsonyt ünnepelni. Pont azért, mert olyan nagy fókusz van, olyan nagy hangsúly van azon, hogy a család és a család szeretete és az ajándék. Hát ilyenkor nagyon hiányzik az, aki már nem lehet közöttünk. Tehát minden módon Istenhez visz bennünket. Ez az ünnep. Attól lesz igazán ünnep, hogy valami többet látok, mint amit én tudok adni. És ez olyan jó, hogy az ünnep, a keresztény ünnep az nem elfedi az életünknek a hiányait, akár a gyászra gondolok, akár arra, hogy nem tudunk megoldani konfliktusokat, nem tudunk rendezni egymással. Hogy nem elfedi, nem elhazudnom kell ezt az ünnepléssel, hogy egyébként minden rendben van, szépen fölöltöztünk, és csodálatos, és nagyon finom, és nagyon jók az ajándékok, hanem hogy odaállhatok Isten elé, és azt mondhatom, hogy Uram, én ezzel nem tudok mit kezdeni.
hogy elveszett vagyok, hogy nincs megoldásom erre a helyzetre, gyászra, vagy a konfliktusok rendezetlenségére, hogy segíts. És akkor Isten az életet adja. És az nem csak egy gyermek, hanem az tényleg az élet, hogy a lélek által az ember szabadságot kaphat. Tehát, hogy az Isten tisztelet az többé teszi az embert. És erre a családoknak én azt látom, hogy nagyon nagy szüksége van. Az üresség megtanít erre. Tehát, hogy kikerget otthonról, hogy ha nem bírok a négy fal között lenni, mert érzem az ürességet, akkor menni kell, és bárcsak betalálnának az emberek az Isten házába, az Isten otthonába, ahol ugyanúgy vendégség van, ahogy ugyanúgy fény van, ahol ugyanúgy családi közösség van, csak ővele együtt, akitől az életünk van. 26-án mikor lesz Isten tisztelet, aki esetleg szeretne elmenni? 10 órakor várjuk szeretettel őket. Ez lesz az egyetlen? Igen, 25-én kétszer is van, de 25-én egy nap tartó, egy alkalommal van. 10 órakor. Igen. És ugye lesz vasárnap is, hogyha jól tudom. Mert a vasárnap adja a normál ritmusát az életünknek, ami ugye egyébként nem véletlen, hogy vasárnap van, tehát hogy ez a feltámadásnak a napja, és jó, hogyha az ember erre néz, hogy igen, sok mindent itt élünk meg ezen a földön, sok minden ide köt, a reménységek, az örömök, a fájdalmak, de Isten ennél többet készít. És ezért a vasárnap az mindig van Isten tiszteletünk, 8 és 10 órai kezdettel. Ugye azt említette, hogy ez a tárgyiasság, ez elvitte most a hangsúlyt, és igazából erről a lelki örömről, lelki békéről, amiben tényleg meg tudjuk találni, erről felejtkezünk el talán, akkor ezt talán az Isten tisztelettel újra vissza tudunk ezt találni. Van esetleg így zárásképp olyan mondat, olyan üzenet, amit ön elmondana, vagy esetleg a Bibliából, vagy bármi, amit üzenne a családoknak? Én nagyon szívesen olvasom a karácsony esti történetet, vagy annak egy mondatát, amit az angyalok mondanak az embereknek. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hogy ez a csoda, hogy nálunk nagyobb fényesség az, ami vonz bennünket, az Isten dicsősége. Hogy ez jelenik meg közöttünk, és ebből számunkra békesség adatik. A békesség a bibliai értelmében az a teljességet jelzi. Tehát amikor minden a helyén van. Nem annyi, hogy fegyverszünetet kötöttünk, hanem hogy minden úgy van jól, ahogy van. Ezt akarja adni Isten, és ez az ő jó akarata, amivel találkozik az emberekkel. Tehát, hogy egy nagy csodában lehet részünk. Úgyhogy ilyen kinyújtott kezek, amik illenek ehhez az ünnephez, nem csak az ajándék utánnyúló kezek, hanem hogy Uram, hol vagy? Hadd vegyem át tőled, mert hogy ő adni akarja, az ő keze is nyújtva van mifelénk. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt, és áldott békés, boldog karácsonyt. Köszönöm szépen. A nézőknek is köszönöm a figyelmét, áldott, boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok, viszontlátásra!